egy konferencián. Oda jött hozzám, és megkért, hogy tartsak egy előadást. Ilyen. És akkor én megkocogtattam a vállamat, és akkor én hátrafordultam, és leesett az állam. Komolyan. A lánytól. Igen. Vagyunk a Honvéd Kórháznál Budapesten. Jöttünk Magyarország talán legismertebb orvosához, dr. Zaher Gáborhoz. Azt hiszem, hogy egy 12 vagy 24 órás ügyelet után van, úgyhogy nem tudom, milyen állapotban van, bár őt ismerve valószínűleg toppon teljesen. Hány órás ügyelet után vagyunk? Hát én tegnap reggel 6:30-re jöttem. Aludtam másfél órát. Itt? Azért van mindig megágyazva, mert a sürgősség orvos akkor aludjon, amikor van lehetőség. Ja, amikor álmodik. Így van, így van. De te ezt hozzá vagy szokva, nem? 31 éve. 4-5 órákat. Az már sok? Az már sok. Az már az otthoni nyugodt. Igen, az már az otthoni, ez a másfél óra itt elég. Ezzel így jól működik. És milyen volt az ügyelet? Mennyire volt mozgalmas? 158 beteg. Főleg milyen? Minden. Minden? Politraumánál volt most egyedül. Aha. Volt stroke-tól kezdve idegsebészeti esert, infarktus, mérgezett, sűrűs mérgezett, úgyhogy teljesen olyan szokásos. És akkor mindegyiket te látod el? Nem, mi sokan vagyunk ilyenkor, mi hatan vagyunk ilyenkor egy műszakban. Én vagyok mindig ilyenkor műszakvezető, én a hétfő éjszakákat azt már 1000 éve csinálom. Abszolút megszokottan. És azt mondod, a hétfő az rossz? Hétfő mindig rossz. Miért? Mert az emberek hétvégén nem mennek orvoshoz, mert hétvégén nincs orvos. Idézőjelben, de hétfőn mindenki elindul, és akkor van reggel egy súp, van kora délután, és van akkor este olyan 7 órától, és ez is egy érdekes dolog, ugye azért jönnek este 7-től, mert nappal nem érnek rá, mert dolgoznak. De mi nappal nem érnek rá, hogy stroke-juk legyen? De most ez nem feltétlenül mindig a sűrűsbe, szóval azért nem azt kell elképzelni, hogy a 158 beteget mind életveszélyes állapotban volt. Ezek között, persze, ezek között volt olyan, akinek mit tudom én már, úgy tudom, hogy 2 hetes panaszai vannak, 5 napja itt fáj, csak ezek este megjelennek 7-kor, 8-kor, mert ugye nappal dolgoztam, félek, hogy a munkahelyemre lejövök, akkor kirúgnak, de most már vége a munka, most már eljövök orvoshoz, és akkor az ember ilyenkor áll a pultba, és akkor mire vár? De ez a magyar nem lehet, vagy? Persze, nem lehet elküldeni, ez az, azt gondolom, ezért a magyar általános egészség kultúráról egy ilyen sürgősségi osztálynak a keresztmetszete. Azért tök jó. Igazi társadalmi. Igazi mutatja azt, hogy mennyire vagyunk egészségtudatosak, mennyire figyelünk oda saját magunkra, a betegségeinkre, vagy bármire. Na, erről majd hazafele beszélünk, jó? Elvisszük haza, menjünk pihenni. Pihenés lesz otthon? Nem. Van munka, meg el fog menni még futni. Szerintem délután az nagyon jó ilyenkor, az hihetetlen. Az majdnem olyan, mint az alvás. Jobb sokkal. Én annak idején 1980-ban ott kezdtem el dolgozni abban az épület belső éves orvostanhallgatóként, igen. Az volt a baleseti sebészet, és akkor én ott jelentkeztem orvostanhallgatóként műtős fiúnak, és akkor itt 3 évet végigcsinálni. Hagyj éljek már, Tamás. Jó, nekem is fura volt valami. Igen. Jó, igen, mennyivel jobb itt. És akkor itt kezdtem el annak idején dolgozni, és amikor végeztem az egyetemen, akkor itt dolgoztam 11 évig. Hát akkor most visszatér. Vissza, persze. És ugye azok a kollégáim, akik akkor mondjuk ilyen nálamnál 2-3-4 évvel idősebbek, azok ma ugyanitt osztályvezetők a terepen, szóval én ide ismerős helyre. És örültek, mikor visszatért, vagy inkább mondták, hogy jön az a her vissza. Jön az a her, hát kérdés, hogy mi lesz belőle. Szerintem nem lett rossz. És itt volt egy büfé, és a büfé helyett most egy edzőterem van. De még mindig büfé van, vagy a az büfé lévő edzőterem. Az nem baj, és itt van egy edzőterem, ami egy tök jó dolog. Mert szoktál itt edzeni? Abszolút, aha. Igen. Szóval amikor már nagyon, nagyon rossz idő van, hó esik, ilyesmi, akkor én itt futok bent, akkor nem kint. Minden nap fut? Hát igyekszem egy héten 6-szor legalább elmenni. Az már minden nap a szegúri, és mennyiket futsz? Hát az 5-től 15-ig. Uh-huh. Attól függően, hogy ügyelet után mondjuk olyan 5-6 kilométernél többet nem, de azt úgy szép kényelmesen, de például hétvégén egy 10-12 mindig megvan. És zene van közben? Van. Meditálás? Nem, meditálás nincsen, nincs zene. Ó, hát ilyen sem történt még. Köszönöm szépen. Kinyitották nekem az ajtó. Akkor én cserébe bekapcsolok egy jó légkondit, hogy az úgy meleg van itt benn. És akkor ez ugyanolyan fokozatok, mint az automata?
Ez egy automata. Teljesen full automata. Ez a kézifékezés. Igen, azt tudom, az enyémben is ilyen van, az elején mindig beleakadtam. Picit fújatok, tudom, hogy ez hangos, elnézést kérek a nézőktől, de hogy ne süljünk meg és ne izzadjon az arcunk. Picit fújok, aztán majd lejjebb veszem. Csurog rólunk a víz, mert hogy ilyen nem tudom, hány százalékos páratartalom lehet, hogy ez mennyire hat arra, hogy hány ember jön hozzátok az üzletbe. Megérezzük, és amikor, mit tudom én, reggel én is hallom, hogy jövök befelé, orvos, meteorológia, stb., akkor az ember már sejti azt, hogy most sztrókosok, mellkasi fájdalom, gyomorbérrendszeri vérzők, hogy melyik az, amiből egy kicsivel esetenként több lesz, ha ez bejön. És még egy érdekesebb történet, hogy mikor még az előző munkahelyemen dolgoztam a Péterfiben, hogy például ugye öngyilkos kórház. Igen. Ugye, hogy például a holciklusnál tök jól lehetett látni azt, hogy mondjuk a pszichésen labil emberek mondjuk egy telihold kapcsán mennyire sérülékenyebbek és mennyire fordulnak magukkal szembe. Tehát akkor ebben van valami, hogy biztos, a hogy van. Biztos, hogy energiák, ezzel, vagy mi energiamezők, vagy mi szóval ezzel próbáltak már mindenféle ilyen tudományos magyarázatokat mondani. Nem tudom igazából, én sok irodalmat olvastam ezzel kapcsolatban, egyik sem volt olyan meggyőző, ami azt mondta, hogy akkor most kérem, holdból kijön a dolog, amit valaki észlel, és akkor ettől ő mondjuk be fog venni 35 tabletta a gyógyszert, ha éppen amúgy is pszichésen labil állapotban van. De van benne valami, és ez tagadhatatlan, nem véletlenül ugye itt az egész vérfarkasok, vámpirok, legendák, hát a hihetetlen, hold, és ez századok, évezredek óta végig kíséri az emberiséget. Ehhez fűződik, és ugye a mondavilágban már nagyon régóta jelen van, ugye akár a vikingektől kezdve mindenfelé, és igazándiból ez valós megfigyelésen kell, hogy alapuljon, de hát nincs meg még a tudományos magyarázat. Az ember azt hiszi, hogy csak a menstruációs ciklus igen, van, ahol meg a nem tudom mi van összefüggésben. Igen, de hát azért gondolj bele, hogy azért Magyarországon mondjuk a mentálhigiénés kultúránk azért nagyon-nagyon a béka feneke alatt van. Hát nem figyelünk magunkra, arra meg pláne nem, hogy itt mi van. Hát persze. Hát hogy ne. De ugyanakkor, ami meg viszont tök érdekes, hogy nagyon könnyen bánunk az előítéleteinkkel. És ezt tök jól látom például mondjuk milyen értelemben? Itt mondjuk akár a kábítószer kapcsán. Ugye az ma itt Magyarországon egy tökre fétistágy, és ugye világos, hogy itt a lakosság az alapvetően két félre bomlik, az egyik fél az, aki mondjuk 45 fölötti, akinek ez semmit nem jelent, rendszerváltáson innen szocializálódva, ilyen nincs, és ott a másik oldal, egy vörös posztó gyakorlatilag, így van, aki már mondjuk úgy szocializálódott, hogy hát bocsánat, meg az enyém. Jó, úgy értem, hogy az én és a barátaim szüleinek a korosztály. És ugye, a ti korosztályod. Persze, ez abszolút. Így van. És ugye, és a másik, aki pedig már mondjuk egy olyan érába szocializálódott volt fiatal, ahol mondjuk lehet, hogy egy buliba látott olyat, aki hallott olyan, aki már életében elszívott egy marihuána cigarettát. És tökre másképp kezeli ezt a dolgot. És az a korosztály, ugye a másik, az azt mondja, hogy itt vannak ezek a fiatalok és a kábítószer, és ez megrontja, ez az ördögtől való valami. Mondja ezt mondjuk egy velemkorú pasi, aki el van hízva, mint egy disznó, cukorbeteg, szívbeteg, életében akkor mozdult utoljára, amikor kinyúlt a sörért, és ugye azt megitta. Mert hogy iszik, mint a gyerek. Igen, de az ő betegségei, azok szocializációs betegségek, azokkal teljesen másképpen kezeljük, mint ezt, hogy igen, az oké. És ő pontosan ugyanolyan egészségtudatos magatartást folytatott az életével, mint az a tényleg kábítószer függő valaki, aki abszolút azért választotta ezt az utat, mert saját maga, őt nem kényszerített ebbe a történetbe bele senki. És ez azt gondolom, hogy innentől kezdve ez megint egy ilyen olyan előítélet, hogy kérem, én itt vagyok, és 17 féle gyógyszert szedek, de ott van az a rohadt kis drogos, és így tovább, és így tovább. És ez nagyon gáz. De erre meg erre rá is játszik gáz. Azért, nem akarok politizálni, egyáltalán nem akarok politizálni, de rájátszik az egészségpolitikai kommunikáció, igen, a politikai kommunikáció persze, maga. Az is rájátszik, csak ez alapvetően az egészségtudatos életről szól, mert lehet, igen, van olyan, aki tényleg odafigyel magára, és mégis megjelenik nála egy cukorbetegség, bármi anyagcsere, ez van, de hány olyan van, aki csak ha ennyit tett volna a saját egészség életében, akkor most nem mondjuk egy TB csőd lenne. Úgyhogy tényleg 20 éves programokat kellene úgy kialakítani, meg 25-30 év múlva lenne eredménye. Csak kérdés az, hogy ma van-e olyan egészségtudatos egészségpolitikus, aki azt mondja, hogy kérem, igen, itt ne holnap után akarjunk eredményt elérni, hanem igenis egy kicsit távolabb jövőbe merjünk gondolkozni, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos lenne.
Te miért nem politizálsz? Jaj, Istenem, én sem politizáltam. Tudom, 94-től 98-ig. Tehát négy kicsi évecske. Elég volt. Meg utána én még ültem a Pest megyei önkormányzatban. Ja, még azután is volt. Persze, egy, persze. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az én világom. Én sokkal jobban szeretek ugye itt állni a betegek mellett és dolgozni. Az nekem sokkal-sokkal többet jelent. Jó, de közben azért van, megmaradt ez a ilyen kicsit ilyen missziós szándék, hogy azért mondod a magadét mindig, amikor csak lehet, és az üzeneteket folyamatosan Ami szerintem azért fontos, mert ha az embernek odafigyelnek rá, akkor lehet, hogy valakinek eszébe jut, hogy ott volt ez a kopasz szemege szakállas csávó, és nem mondott baromságot. És szerintem annak akkor már így van értelme. Te mikor realizáltad magadban, hogy amit te mondasz, arra odafigyelted, hogy annak van hatása a nyilvánosság előtt? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az eleje az úgy kezdődött, ugye, hogy amikor én oda kerültem a Péterfibe, oda a toxikológiára, akkor még Erzsébet kórház volt, akkor ez egy tök zárt rendszer volt. És valljuk őszintén, hogy ez a médiát ez mindig is érdekelte, ugye mérgezések, gyilkos galóca, fagyálló, mindig került be egy-két olyan ember, aki itt ismert volt, ott ismert volt, amott ismert volt, és hát ugye, ahogy a bulvár is ugye kinőtt a szeret, hogy ott hagyta a szerelme, gyógyszert vett be, stb. És akkor elkezdtek jönni, és én ott nagyon hamar vezető lettem ebbe a rendszerbe, és tulajdonképpen megnyitottuk a rendszert, és mertünk ezekről a dolgokról beszélni. Aha. Nem úgy, hogy akkor most XY háromszoros Kossuth Díjas, kérem szépen itt van, és tegnap éppen szó nincs róla, hanem abszolút, így van, magára a jelenségről. És igazándiból, ugye ez a média szempontjából is jó volt, mert eladhatóvá vált ez a történet. Az ember egy idő után rájött arra, hogy lehet úgy ezekbe a mondatokba belecsempészni mondani valót, hogy ne csak arról szóljon, hogy a szenzációról, igen, mert az valójában a szenzációnak semmiféle visszatartó ereje nincsen, hanem arra, hogy az ember akkor tényleg odafigyeljenek, és tudjon egy-két olyan mondatot elrejteni, még akár egy 2,5 perces híradóanyagban az a 3 mondat, ami lejön, ami alapvetően talán megmarad valakibe, ami jelentett számára valamit. Esetleg visszatartó erőt belegondol, úgy dönt, hogy akkor mégiscsak merek elgondolkodni a történeteken, és szerintem ez már jó pár éve ebbe az egész dologba megjelent. Az, hogy, tehát, hogy neked ez ilyen jól megy, az te abszolút ösztönös. Nem tanultam soha semmit, se retorikát, soha ilyesmit, semmit nem. De akartál te híres ember lenni egyébként? Nem akartam. Azt hittem, hogy orvos akartál lenni gyerekkorodban. És én változatlan orvos vagyok, és igen, az, hogy én az időként világos, sokat szerepelek a médiában, az egy dolog. Én ugyanúgy azt gondolom, hogy orvos vagyok, és nem vagyok celeb, és nem vagyok közszereplő. Habár ugye, akiről azt mondják, hogy a médiában sokat szerepel, az előbb-utóbb közszereplővé válik. Én alapvetően igyekszem mindig olyanokról... Tehát, hogy nem te döntöd el. Persze. Igyekszem olyan dolgokról beszélni, amikhez értek. Nem nehéz hitelesnek maradni a sok szereplésről? Vagy legalábbis a te szakmádban ennek nincs egy ilyen fura megítélése? Vagy nem kapsz olyan reakciókat, aminek nem örülsz? Az esetek jelentős részében azért pozitív visszajelzéseket szoktam kapni, még a szakmámon belül is. Igazán. Meg azért én viszonylag egy olyan szakterületet művelek, ugye ez az egész toxikológia sürgősségellátás, ami azért ma nem egy olyan borzasztó népszerű, és egy nagyon nem vagyunk olyan nagyon sokan, aha, ugye ezen a piacon. És igazándiból azt gondolom, az ember toxikológiában azért itt ez alatt a 17 év alatt, amíg én aktívan egy osztályt vezettem, és akár most is, azért tudott olyan dolgokat, ez hülyén hangzik, letenni az asztalra, ami alapján azért azt tudják mondani, hogy na ez nem egy olyan hülye ez a csávó. Ja, abszolút nem ezért kérdeztem, csak azért, mert hogy vannak olyan komolynak tartott szakmák, mint például az orvoslás, ahol nem feltétlenül gondolom, hogy klasszikusabb, konzervatívabb, és most megint nem politikailag, igen, hanem szakmai szempontból konzervatívabb munkatársak ezt jó szemmel nézik. Igen, és ez szerintem alapvetően nem jó, hogy a mi társadalmunk, az orvos társadalom mennyire zárt, és nem mer kinyitni. És gondolj bele, hogy annak idején, nagyon még én is gyerek voltam, eredetben biztos nem emlékszel, de persze, hogy hallottál róla, amikor Czeiser Endrenek megjelent, ugye a tévé volt egy sorozat a genetikáról, amiről mit tudtunk? Semmit. Az ég élt a világon, ami DNS, meg kettőspirál, meg bázis, nagyjából ennyi. Igen. És úgy tudta az egész történetet bemutatni a képernyőn keresztül, hogy az embert érdekelte ez a dolog.
És gondolj bele, hogy azért az egészségügy, a betegségeink azok mindig is olyan dolog, ami tulajdonképpen mindenkit érdekel. Mert ugye engem már nem érdekel a magyar óvodai helyzet, mert a gyerekem egyetemre jár. A középiskolai oktatás, valljuk be szintén, szintén nem, mert a gyerekem egyetemre jár. Magyarán szóval ezek így kiesnek, de az egészségügy az mindenkit érdekel, mert előbb-utóbb csak találkozik vele, hát akár hozzátartozik, akár pedig kvázi beteg oldalról. És igazándiból tök jó lenne, hogyha mondjuk sokkal inkább megnyílna egy kicsit az orvostársadalom, és mernének ezekről a dolgokról, betegségekről beszélgetni. Volt rólad egy nagyon jó portré egyszer a Magyar Nemzetben, azt hiszem. És ott megkérdeztek talán a bátyádat, barátokat, régi ismerősöket rólad, stb. Ez egy tényleg egy nagyon jól összerakott anyag volt, és azt olvasgattam. Az újságíró kapott is értem, ami díjat. Kapott egy díjat, igen, nagyon helyes. Igen, és ott mondta a bátyád, ha jól emlékszem, hogy neked, ugye azt lehet róla tudni, hogy szeretsz pipázni, van egy nagy gyűjteményed, hogy szereted a csokoládét, ezeket az ilyen bulváros dolgokat lehet róla tudni, de hogy a harmadik drogod neked a média. Lehet, ezt ő mondta, ezt nem érzem. Igazából én ezt alapvetően, én, hogyha engem megkérnek arra, jön egy megkeresés, egy interjúról, erről, arról, szívesen állok rendelkezésre. Valószínűleg az újságírók szempontjából is egy mázli, hogy velem esetleg nem arról szól mondjuk akár egy híradóanyag forgatása, na akkor ezt mondjuk el még egyszer, na akkor most ezt egy kicsit jobban össze, hanem oda jön a stáb, oda dugják a fagyit, fölteszik a kérdést, én elmondom, még egy kérdés, megint elmondom, szevasztok, ennyi. És 10 perc alatt ezt a történetet el kell intézni, és nem arról van szó, hogy így álljon, ne izguljon, ne üzön, ez oké, de ha nincs, akkor én nem olyan vagyok, hogy mondjuk megyek a dolog után, hogy na hol lehetne akkor, hogy most megint oda kerülhessek, mint egy néhány magyar cél, aki az mindent kihasznál azért, hogy még bekerüljön egy bulvárújságba. Hogy elsőadó, most beletettek valamit az italomban, meg tök jó nyaraltam, meg posztol egy képet arról, jó, világos, hogy nem feszül az árbóc mellett. Szó nincs róla. Most jöttem haza a nyaralásból, van egy-két jó képen. És nem egyszer volt már olyan, akár itt az elmúlt héten is, hogy azt mondtam, hogy nem. Hogy éled meg, hogy mondjuk, amikor a magánéleteddel foglalkoznak, és azt igyekszem azért, azt azért igyekszem kizárni, hát nézd. Most ugye voltak történések persze, az elmúlt másfél évben. Elváltam, 23 évi házasság után elköltöztem otthonról. Ez egy dolog. Ez azt gondolom bárki mással előfordul az ember életében. Megint bele is álltál a nyilvánosság előtt. Tehát egyetlen egyszer nyilatkoztam. Erről egyszer a egyik rádióba, igen, ott, a Petőfin, igen, a Petőfin ott, 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 a, ott jó, meg is lepődött nagyon, igen, azt mondta, hogy az Aher coming out-ja, hát oké. Előbb-utóbb biztos, hogy kibukott volna, hogyha mondjuk a Mondival megjelenünk itt, ott valaki meglát, csinál egy fényképet, hogy most ki ez a szökenő. Mint ahogy elébe mentél a dolog. Én azt gondolom, hogy ezt a helyszínű, mint amikor majd elkezdenek plegykálni. Persze ettől még egy csomó baromság ebbe az egész történetbe előjött, mert azt mondták, hogy úgy ismerkedtünk meg, hogy az utcán leszólított engem. Azt most, hogyha rátok keresek ezt, hogy így megkotogtatta a vállalat. Miért nem így ismerkedtetek? Egy konferencián. Egy konferencián. Odajött hozzám, és megkért, hogy tartsak egy előadást. Ja. És akkor én megkocogtattam a vállamat, és akkor én hátrafordultam, és leesett az állam. Komolyan. A lánytól. Igen. És ennyi. És így kezdődött. És mitől esett le konkrétan az állat? Vagy milyen nőtől esik neked le az állat? Hát tőle. De akkor ő milyen? Ő milyen? Mitől esett? Fantasztikus. Egy tök jó csaj. Aha. Amúgy okos, értelmes, szép. És ezt ott egy pillanat alatt te levetted, hogy ő azt én levettem, okos, hogy értelmes. Tudod, amikor így az ember úgy beleszimatol a levegőbe, és akkor ez olyan, mint amikor ugye a feranomok ugye a lepkéknél. És akkor az úgy... És akkor utána baromi nehéz volt ennek ellene menni, ennek a történetnek. Mi a próbáltál azért? Vagy? Hát persze. Hát azért az ember belegondol abba, hogy azért mégiscsak, de aztán azt mondtam, hogy nem. Úgyhogy ennyi, és akkor igazándiból persze járunk együtt ide-oda, amoda, Bolton, Szigeten itt ott lefotóztak, igen, együtt, de ennyi, hát... Igen, van róla ilyen kiváló kikockázott kép. Igen, az még a tavalyi volt, az idejét már nem kockázták. Azt már nem kell kikockázni, az már nyugodtan legyen. De boldog vagy? Jól érzem magam. Jó vagy? Abszolút. Jó döntés volt? Én azt gondolom, hogy nem bántam meg. Egyáltalán nem bántam meg. Én nem gondoltam, hogy még 54 évesen szerelmes tudok lenni. De sikerült.
és ez jó. Gratulálok. Ó, köszönöm. Szerintem ez nem korfüggő. Igen, de az ember úgy gondolja, és ezek megint ilyen társadalmi előítéletek, hogy akkor igen, akkor tessék ott megmaradni, stb. Stb. Szerintem, meg én nem érzem magam 54 évesnek, sem fizikálisan, sem pedig szellemileg. Hány évesnek érzem? Nem tudom, de nem 54-nek, én tök jól érzem magam a bőrömbe, és igyekszem abszolút up-to-date maradni fizikálisan, és itt ugye talpon maradni ebbe a rohanó világban, ami tényleg csak az ember úgy tud bírni azt, hogy én mondjuk egy hónapban 8-at éjszakázzak, meg előadni járjak, meg dolgozzak, meg bármi, az tényleg az kell, hogy az embernek legyen hozzá egy kis erőnléte. És a fiad most már egyetemre jár, ugye? Vagy most kezdi az egyetemre? Nem, nem, ő most már másodéves lesz. A műszaki egyetemre jár, igen, az építészkarra. Megszakította itt a... De nem baj, abszolút nem baj. Nem baj. Nem baj. Ő neki ehhez van tehetsége, ő tökre jól érzi magát az egyetemen, ő sokkal inkább egy ilyen művész tényleg volt, ő fotózik, ő zenél, ő ebből a szempontból teljesen más, mint én, és azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon neki való, ez az ő kreativitása szempontjából egy tök jó dolog, ez az egész építészet, és hihetetlenül élvezi, és lubickol az egyetembe, és szereti, amit csinál. Közel vagytok egymáshoz? Igen. Igen. Sokat kommunikáltok, sokat vagytok együtt, miket csináltok együtt. Azt tudom, hogy például, amikor pont a Szigeten... A Szigeten Parazóra együtt ugráltunk ott egymás mellett. Klasszikus. Holnap együtt fogunk menni egy fotókiállításnak a megnyitójára, utána ők éjszaka utaznak, akkor én elviszem őt a buszhoz, akkor utána vagy jön haza valamikor vasárnap, akkor kimegyek érte, találkozunk itt bent a városba, elmegyünk, eszünk valamit, színházba vagyunk együtt. Szóval működik. Na jó, de most, persze most bele kell gondolni, azért egy 20 éves fiatalembernek mondjuk nem a apjával kell együtt lógnia. De legyenek meg a közös nevezők. Igen, de nem baj, ha tud vele együtt. Persze, szóval ez tényleg közös nyelv. Igen, mert azért lássuk be, hogy azért itt generációk között vannak kommunikációs gondok. És nagyon nehéz. Kibeszéletlen dolgok. Nem tudok rólatok sokat, de úgy képzelem, hogy ti ilyen beszélgetős apa-fia viszonyban vagytok, tehát hogy kibeszélős. Igen. Ez a kapcsolat. Kommunikálok meg, hogy úgy egyébként mindenről. Is te olyan kommunikáció. És merek tanulni a kölyöktől egy csomó dolgot. Érzelmekről, konfliktusokról. Igen, igen. Mi az, amit tőle tanulsz például? Hogy ez mennyire más ez a világ, mint amiben én szocializálottam, és hogy ő mennyire másképpen látja ezt a világot, mint én. És tök jó, hogy dacára annak ugye, hogy én ennyi idős vagyok, meg őszülök, meg mit tudom, én baromi bölcs vagyok, ez persze nem igaz az utóbbi, ezekben a kommunikációban nem mindig nekem van igazam. Uh-huh. Szóval nem arról szól, hogy na majd én fiam, megmondom neked, aha, hogy mit kell csinálni. Mert én vagyok az mert én vagyok, meg én vagyok az apád, ja, igen, színű persze. Történet, hanem igazán azt kell mondjam, hogy a francia meg tényleg ebben a kölyöknek igaza. Ettől érzed magad fiatalabbnak a korodnál, mert ezért nem mondom, hogy fiatalnak, mert szerintem 56 évesen az ember nem öreg. De hogy nem, hogy úgy egy csomó friss dologgal foglalkozom. De és ez fontos. Mert ha nem, akkor az ember szerintem begyöpösödik, és akkor beszűkül, és akkor nem fog működni a rendszer. Figyelj, a sebészet, amit te annyira szerettél volna, az hiányzik még? Szoktál már még rá annyira gondolni? De szoktam apró dolgokat csinálni itt bent. Aha. Mi így fő alatt? Hát nem, ne, abszolút nem fölött egy sürgősségi osztán bejön, összevarni, tájékokat föltárni, szóval ilyen alapvetően ilyen és akkor mi megdobogtatja a szívedet még a szikét, hogyha jó, tartod és jó, vágod a jó, bőr. Ennyi, de most már annyira nem. Most már annyira nem. Mert hogy ez valamilyen egészen érdekes allergiának köszönhető, nem? Abszolút gumiallergia, ez nagyon-nagyon szar volt, akkor megmondom neked őszintén. Tehát szóval ez hogy elindult elképzelni? Az embernek a sebészet karrier, és akkor észrevettem azt, kiütésesek ezen a francia, és viszket, és meg is jobban viszket, és még kiütésesebb, és ugye ez előbb-utóbb ugye a sterilitás rovására megy. Igen. És akkor egész egyszerűen ilyen minősítetlen állapotba került a kezem. Ami egy sebésznél. Igen, az nem jó. Annyi baj nem és jó. Akkor vizsgálat, bőrgyász, alá kiderült ugye a gumiallergia, és akkor azt mondták, hogy hát gumiallergia. És nem lehetett volna másik, vagy akkor még nem voltak ilyen, voltak neoprém kesztyűk is, de igazándiból ezért régen volt, ez volt a 93-94-ben kezdődött ugye ez a történet, és akkor azért még egy picit más világ volt, és akkor jött a váltás, és akkor úgy jött ez a toxikológia. Nem csak, mert ugye ezt lehet róla tudni, és sebésznek készültél. Persze, és én azt imádtam, és mondom, bejártam a későbbi munkahelyemre, szerintem. És csináltam, és igen.
dolgoztam műtős fiúként, én végigfutottam a komplett ranglétrát. Igen, mert csak harmadszorra vettek fel, abszolút, ráadásul az egyetem, úgyhogy volt minden. Abszolút, hihetetlen jó főnökeim voltak, azt kell, hogy mondjam, baromi sokat tanultam tőlük, és most nem kvázi csak a szakmából, hanem így az egész orvosláshoz való hozzáállás szempontjából is. Mi volt a legelvettemültebb munka, amit valaha végeztél? Én állatgondozó voltam egy ideig a Központi Orvostudományi Kutatóintézetben, ez ott van a klinikáknál, aha, a hihetetlen koponyák dolgoztak és dolgoznak ott ma is, és ott fönt a legfelső szinten volt az állatház, ahol tulajdonképpen ilyen patkányok, egerek, kutyák, tisztántartás, itatás, alomcsere, fantasztikus munka, de hát most az ember érettségivel... Igen. Szeretne megkerülni ugye az orvos egyetemre. Abszolút, hát és aztán utána dolgoztam az egyes női klinikán, ott voltam ilyen segéd ápolói beosztásba, fog meg vidd odébb, takarítást, minden, így van. De ott is hihetetlen. Hullaház volt? Hát volt is, ugye, ott ez a koraszülött intenzív osztályban, még ráadásul, ugye, és az nem a felnőtt, hanem a gyermek, úgy koraszülöttek. És például ott, ami nekem egy hihetetlen élmény volt, tulajdonképpen majdhogy nem tanúja voltam annak, ugye, kis senkiként, hogy a magyarországi koraszülött ellátás az hogyan születik meg. Hiszen ugye ott a Kiszel János professzor úr, annak idején, akinek itt a nevét kevesen ismerik, a lányáit szerintem többen. Tünde. Igen. Ő volt az, aki tulajdonképpen a magyar koraszülött ellátást megszervezte, hogy ezek az ilyen... Történelmi pillanat ilyen, volt. Ilyen gyakorlatilag sörös üveg méretű 800 g-os gyerekek is tulajdonképpen túlélhették ezt az egész történetet, és ott olyan figurák dolgoztak ott együtt, ott kis tanársegéd volt ugye a Tulasai Tivadar, aki most már nemrég nyugdíjban, hogy az egyetemnek volt több éven keresztül a rektora, akkor a seripista, aki kint dolgozik Amerikába, és számtalan olyan kollégám volt, aki hihetetlen figura volt, és ők ugye ott még a Kiszel ott a paplacival, egy mérnökkel együtt csinálták, érted, az első koraszülött lélegeztető gépet, mert akkor még ilyen nem volt, és úgy rakták össze. Szóval nagyon, és ugye hát innen nőtt ki tulajdonképpen a magyar koraszülött ellátás is az, hogy ma ugye ilyen eredmények vannak, és tényleg ma már egy ilyen 800 g-os gyerek is koraszülött túl tudja élni ezt a dolgot, és nem úgy, hogy roncsként, az gyakorlatilag onnan, abból a történetből ered. Onnan indult ki. Mindig képes voltál arra, hogy távol tartsd a lelkedtől a történeteket, amiket látsz a kezed között? Igen, muszáj. Mindig? Muszáj. Tehát ezt nem megtanulni kellett, hanem az első pillanattól kezdve. Ezt így kellett tudatosan, és én ezt így láttam is nagyon sok kollégám. Tehát gondolj bele, ha az ember ezeket az élettragédiákat mind magának vallaná, akkor most majd hazamennék, leülnék, meginnék egy üveg viszkit, majd fognék egy pengét, és akkor szép csendesen. És aztán az aher nyilatkozhat. Így van. Úgyhogy nem itt kívül kell maradni. Nem beszélve arról, hogy pont a kívülmaradása az, ami lehetőséget ad arra, hogy én valamit objektívan lássak. Aha. Mert ha belekerülök valakinek a körébe, akkor onnantól kezdve nem tudom reálisan látni ezt a dolgot. De ha kívül maradok, akkor sokkal inkább reálisan tudom fölmenni, és ezzel én pontosan ugyanígy vagyok, az ember a saját függőségeit nem tudja reálisan értékelni. Miért? Mert benne vagyok. És számomra az, hogy mit tudom én, egy nap elszívok 4 pipát, 5-öt, az egy tök normális dolog, hogy megeszek 2 tábla magyaros csokit, az tök normális dolog, hogy most tegnap reggel 6:30-tól mondjuk ma délutánig benn voltam, jogilag sem lehetséges, tök normális dolog, és ugye, ha ezt valaki kívülre látja, akkor szerintem ez nem normális. Igen, csak kérdés az, hogy mennyire fogadjuk el valakinek a mondatait. Uh-huh. Meg mi az, hogy normális? Hát igen, de én ezt belülről nem látom. Persze. Én a saját dolgaimat teljesen normálisnak értékelem. Azért mondom, hogy nem is létezik, kívülről sem biztos, hogy létezik a te életedre vonatkozó címke, hogy normális vagy nem normális. Ez igen, viszont van, aki hozzám közel állva, ezt látja. Van, akiben neki bízol, igen. És azt meri nekem mondani, hogy figyelj, eddig nem lesz jó, és ezt ne. Van ilyen a környezeted? Persze, volt a feleségem volt, uh-huh. volt ilyen, és most Móni a párom, akire... És mondja is? És mondja. És elfogadom. És Fontos. Fontos a drive. Én azt gondolom, nagyon fontos a drive, mert különben az ember akár hajlamos lenne rendes munkaalkoholistaként, akár olyan önpusztító módon ezt az egész dolgot, hogy észre se veszi. Hát ez volt itt pont a múlt héten is, aztán talán 4 éjszakát ügyeltem, akkor nem volt
voltam, egyszer nem voltam a Strandfesztiválon, akkor tartottam egy előadást, akkor szombaton lementünk, akkor többen mentünk le, akkor nem voltunk, amikor fél egyik, persze én vezettem, én jöttem vissza, felé háromra értünk haza, és a gyakorlatilag vasárnap kimentem a gyerekért a repülőtérre, és utána fölmentem a Mónézre, és azt mondtam, hogy most lefekszem. És gyakorlatilag nagyon rövid megszakításokkal másnap reggel 5-ig aludtam. És ilyen nagyon-nagyon ritkán van, de ez pont egy olyan periódus volt, amikor azt mondtam, hogy kész. Most, tehát most akkor már te is tudod néha, amikor kontrolod. Hát igen, de látta rajtam. És akkor most terveztük, hogy délután elmegyünk ide, meg oda, meg amoda, és akkor azt mondta, hogy menjél, feküdj le. És akkor olvastam két oldalt, könyv rá esett a fejemre, és akkor delete. Nem lehet olyan nagyon könnyű a te társadnak lenni, úgy képzelem. Ilyen szempontból, tehát flexibilisnek kell lenni időben. Nem tervezünk, mert majd valami lesz. Mondta, nem igaz. De azért vannak azért ilyen beépített fix tervek már így előre, akár színházzal kapcsolatban. Jó, tehát ilyet ilyenek. Már tudsz csinálni, hogy van színház, igen, és van... Igen. Nem tudom. Sőt, ugye amióta itt bent vagyok, bent lakom a belvárosban, ugye én kint laktam Török Bálinton, azóta mondjuk tényleg ezek az ilyen színház, meg egyéb más dolog is milyen, hát ember megnézi, van még jegy. És itt van egyik színház, ott a másik színház, ott a Zeneakadémia, belefér. Sokkal inkább belefér ez a történet. Szóval akkor tudsz már pihenni néha, kikapcsolni? Időnként jól esik. Igen, ott vagyunk. De hát, ahogy az ember öregszik, valószínűleg egyre többször lesz erre igénye, hogy egy kicsit pihenjen. De hát azt mondod, hogy nem nagyon érzed. Vagy azért érzel az idő múlását, azért érzékeled? A futásban érzékelem, nem vagyok ma olyan gyors, mint régen. De ez mondjuk ez egy mérhető történet, és ugye erről ez teljesen normális dolog, hogy általában 5 évenként az ember mondjuk olyan 10-15-20 másodpercet veszít a sebességével, és ez ellen akkor se tud mit csinálni, hogyha a arcol ellen legfeljebb beledöglik ebbe a dologba, de azt meg nem szabad. Így van. Szóval én nem azért futok, hogy akkor most óra indul, és akkor most így tudom én 4-10-es kilométereket tolok, én itt lakom ezen a sarokházba. Hanem ültetem fel a kisfiút. Hanem alapvetően tényleg arról szól a dolog, hogy az ember jól érezze magát. És hogyha az egy 5-50-es kilométer, akkor 5-50-es, ha időnként 6-30-as, 6-30-as, és jó kijön a lépés, akkor legyen 4-50-es is. Akkor menj futni. Köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Minden jó. Köszi. Szia. Ő, mint anyuka, nagyon szeretné, hogyha találkoznánk és megismerkednék. Kerítő nő volt? Igen. Helyes, hát, igen. Tehát engem szánta a lányának. Megtisztelő volt természetesen, de hát akkor már volt Betty, úgyhogy... Én egy rendkívül konfliktuskerülő valaki vagyok, tehát én... Mondod ezt kardió olimpiai bajnokként, ahol aztán játsszuk le. Na jó, a páston az más, igen. ott harcolni kell. Én szerelmi életem az abból állt, hogy én szerelmes voltam XY-ba, aki marhára nem foglalkozott velem. Mi hasonló kamasz éveink voltak? Tökéletesen olyan volt, mint a segében. Te Fiona vagy? Abszolút. Én egy klasszikus ogre vagyok, igen. Ilyen királylány ogre. Igen. Nappal királylány, és aztán tényleg rólam azt gondolják, hogy én egy ilyen savanyú, rossz kedvű, semmilyen, nem is tudom én micsoda vagyok. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!